Majd én vagyok az a lúzer, aki elment a plasztikai sebészhez, és azt mondta, asszonyom, önön nem lehet segíteni. Délután 5-kor ezen a padon, sminkben, ilyen ruhában még soha az életemben nem ültem, mert hogy ugye ide járok a gyerekkel is. Persze, te is itt szoktál, nem ilyen szerkóban. Te is itt hát voltál Sárival annak idején? Én is itt homokoztam. De mármint, hogy te is? Én? Tehát, hogy hogy nem? Ott, abban az már... Persze, csak akkor még ilyen fém volt, tudom, én a gyerekek kiverték a fogaikat. Aztán a Sárival itt homokoztam. És a Zsigával. Most. Mit jelent neked egyébként ez a környék? Te nagyon ragaszkodó típus vagy? Igen, és ahhoz képest, hogy most nem lakom itt már, festettünk, és a nagylányom itt lakik. Beköltöztünk ide, és olyan érzésem volt, hogy úristen, mi a fenének mentem én el innen? Ez a homeland. Tehát ez az ember faluja. És reggel kitámolyogtam egy kávéval, és akkor ott jöttek, mentek az emberek, és akkor mindenki haver volt, hello, hello, és tényleg, mint a faluba, hogy kiabáltak föl az elsőre, leesett a telefonom, és kiabáltak föl az elsőre, én meg pizsamába óbégattam lefele, az anyám ott lakott alattunk, mondjuk ez nem mindig egészséges, de két emelettel lejjebb, és nem tudtam, tehát a Zsiga azt mondta, hogy imád itt lakni, de azért jobb mégiscsak a Nyúl utcában, mert hogy másfél óra hazaérni egészen pontosan a hittól. A Jászai Mari hittól, vagy Jászai Mari tértől, mert mindenki megáll, dumcsi, vetem, hogy van, én hogy van. De te egyébként ezt így gyerekkorodban is bírtad? Tehát az a típus voltál, aki mindenkiről mindent tudni akart, folyton beszélgetett, kérdezett? Folyamatosan beszéltünk. Hát a trafikos, itt a trafikos bácsi, a mindennapos ilyen szeánsz volt, hogy a Sárival itt megálltunk, és akkor odadugta az orrát az ablaküveghez, és rendelt. Aha. És tudod, vannak az ember életében öreg szemfelszedő, a trafikos bácsi, a zöldséges néni, és akkor attól tudod, hogy ez itt a te helyed a világban, vagy ettől is. Igen. Nyilván. De amikor még te nyomtad az órodat a trafiknak az üvegére, akkor így hogy emlékszel vissza rá, hogy a kis Kriszta akkor így miről álmodott, minek készült? Én mindig is riporter akartam lenni, vagy színházrendező. Tehát én a mindig is, hát nyilván 6 éves koromban még nem emlékszem, hogy mi akartam lenni, de az egészen egyértelmű volt 10 éves koromtól, hogy én újságíró akarok lenni, és riporter. Ki az, aki megfertőzött, aki megbobonázott? Ezt már sokszor elmondtam, ez iszonyatosan nagyképűnek hangzik, Oriana Fallaci, a legkéresebb olasz újságírónő, akinek, tehát az volt, hogy egyszer elmentünk, nagyon sokat jártuk az országot, nem csak külföldöt, én ilyen elkényeztetett újlipótvárosi gyerek voltam, egyszem gyerek, úgyhogy tök jó dolgom volt az átkosban is. Nem voltam üldözve. Uh-huh. És bár a szüleim nem voltak pártagok, és nem voltak semmilyenek, szóval a lényeg, hogy nem csak külföldre jártunk, hanem sokat jártunk vidékre is. Egy meghatározott társasággal, egyébként a Papgeriékkel, mert mi együtt nőttünk fel, többek között a Papgeriékkel az ő szüleivel. És elvetődtünk egy ilyen tiszamenti faluba, ahol az a régi árvíz miatt, talán a 70-es években lehetett, már nem emlékszem, mindenki elment. És egy ilyen kísértett faluba voltunk, ahol 2 öreg ember élt, de még a harangot is elvitték. És ez engem annyira megfogott, hogy írtam egy fogalmazást 10 évesen. És aztán egyre többet írtam ilyen fogalmazásokat, magamnak, meg az anyukámnak, ami az élményeimről szól, de nem az én gondolataimról, hanem amit a virágban tapasztaltam, illetve azzal kapcsolatban az én gondolataimról. Tehát ilyen kis riportokat kezdtem el eszkábálni, anélkül, hogy tudtam volna, hogy mi az. Na, és akkor az anyám a kezembe adta Oriana Fallacit, és akkor elkezdtem olvasni az utazás a nő körül, aztán a szebbik nem, vagy valami ez a címe, az biztos, hogy utazás a nő körül az alcíme. És akkor beleszerettem ebbe az egészbe, és onnantól kezdve én tök tudatosan mindig is ezt akartam csinálni. Én kívülről úgy láttam mindig, hogy a te karriered az valahogy ilyen nagyon
könnyedén és olyan szépen építkezik egymásra. Igen, a Mimi után jött. A tiéd is így néz ki kívülről, meg mindenki így néz ki kívülről. Adódik a kérdés, hogy te belülről mennyire érezted küzdelmesnek? Hogy mennyire? Küzdelmesnek. Én nagyon küzdelmesnek érzem, illetve nem úgy, hogy küzdelmesnek, mert igazából sokszor voltam jókor, jó helyen. Tehát 1997-ben, amikor a kereskedelmi televíziók indultak, akkor én pont az a 20 éves fiatal voltam, aki már kijött az egyetemről. Közben te anyuka is lettél. Hát mellékesen. Hát nem az a klasszikus 20 éves fiatal. Nem, de hogy pont kijöttem a színművészeti egyetemről, már dolgoztam a Magyar Rádióban, már dolgoztam az Objektívben, ha még vannak emberek, akik erre emlékeznek. Már a 168 órában én fiatal riporter voltam, tök büszke voltam, hogy a Fiderikusz után én voltam a második legfiatalabb, tehát voltak már mestereim, és akkor bekerültem, egyszer csak akkor voltam jókor jó helyen, amikor elindultak a kereskedelmi tévék. Tehát, hogy ez szerencse is, de egyébként én nem tudom, nekem azt szokták mondani, hogy ó, neked mindig lesz munkád. Nem miért egyébként? Ezt tényleg mindig hallom veled kapcsolatban, de miért? Azért, mert egy ilyen jéghátán is megérő típus vagyok, tehát egy ilyen igazi güzű. De nagyon-nagyon-nagyon-nagyon semmit nem adtak ingyen, mindenért, iszonyatosan meg kellett dolgozni. Nem mondanám, hogy lemondás, mert hogy élveztem, de iszonyatos sok lemondással járt ez a dolog. És én azt gondolom, és tényleg gáz, hogy itt nem most méltatom magam, de én egy nagyon-nagyon szorgalmas ember vagyok. Tehát konkrétan egy nap nincs mit csinálnom, akkor iszonyatos. De tehát egy akkor vagy igazán rosszul, ez egy betegség. Nekem konkrétan lelkiismert furdalásom van, ha egy napig nincs mit csinálnom, és akkor kitalálom, hogy kipakolom a spájzot. Volt olyan, hogy nagyon nem voltál a helyeden? Hogy nem voltam a helyemben. Volt olyan, amit utólag úgy ítélek meg, hogy bár az is sok mindent hozzátett a dolgokhoz, de nem voltam abban boldog. Például, amikor nagyfőnök voltam. Na, ez lett volna a következő kérdésem. De tudtad, hogy ezt fogom válaszolni. Nem, egyébként, de volt egy ilyen sejtésem, hogy tehát kíváncsi voltam, hogy te utólag azt a korszakodat hogy éled meg, mert ugye te sokáig, hogy egy voltál közünk, de ugye riporter voltál, mint ott mindenki más abban a közegben, ahol mi dolgoztunk. Nyilván voltak kezdő riporterek, ti voltatok a nagynapos riporterek. Hát én akkor már voltam a kórházas sorozaton. Persze, de riporterként dolgoztál, aztán hirtelen ugye nagyon sok ember került alád. Most nem hány ember, 30 vagy hány ember? Sokkal több, mert voltam, amikor 70-en dolgoztak alattam. Sok szerkesztőség volt, igen. Sok szerkesztőségnek voltam a vezetője. Na és az akkori éneddel, az akkori Hadas Krisztával most úgy, hogy mit mondanál, hogy viselkednél? Én azt gondolom, hogy az élet, tehát akkor ahhoz képest, tudom, egyszer sikerült engem felküzdened a Blick címlapra, neked köszönhetem életem. Egyetlen Blick címlapból, hát ne, akkor más. Egyébként ez még rosszabb. Szóval, hogy én milyen kemény voltam, meg hogy te nyugtatóztad magad, meg minden, ez szerintem azért egy túlzás. Túlzás volt, de persze ez nem így történt, mint ahogy utána megjelent. Ez egy kifordított bulvár túlzás volt, na mindegy. De hogy utólag egyébként azt úgy látom, hogy akkor is nagyon hasznos voltam a számotokra. Uh-huh. Tehát, hogy én amilyen kíméletlen vagyok általában magammal, olyan kíméletlen voltam veletek is. Utólag úgy látom, hogy mivel egy nagyon hirtelen haragú és emellett türelmetlen ember is vagyok, ezért aztán nagyon sokszor a véleményemet, a kritikámat nem csomagoltam be kellően, vagy nem úgy, nem olyan szavakkal mondtam el, ami nem bántott volna. Az, hogy jó szándékkal mondtam, és hogy mindenkiből a legjobbat akartam, azt szerintem senki nem kérdőjelezte meg, de nyilván nem mindenki volt arra felkészülve, hogy... Meg utána mondjuk mindig bocsánatot kértél egyébként. Ha valakiből beletiportam, de most látva, hogy azok az emberek, főszerkesztők, kreatív igazgatók, ez az amaz, és mondjuk nem feltétlenül csak a ranglétrán való felmászás jelent valamit, hanem mondjuk jó riporterek, vagy jó akárkik, azt gondolom, hogy azért az nem volt hiába való az a dolog. Sokszor valóban túl hirtelen haragú voltam, de szerintem elég jó szemem volt ahhoz, hogy meglássam
azokban az emberekben, akikkel érdemes nagyon sokat küzdeni, veszekedni, tipródni, stb. De én magam akkor belül nem voltam önmagam. És én ezt utólag látom, és engem tulajdonképpen a Zsiga születése mentett ki ebből, tehát hogy ez egy olyan nagyon rossz közeg volt akkor, és egyébként ez tényleg így van, hogy az ember minél följebb mászik, pedig engem a Svábi nevezett ki erre, tehát nem én jelentkeztem, hogy hadd csináljam mász, léci, és ugye mindig azok a sztereotípiák, hogy a lányoknak le kell feküdni, és tehát ebben a kutya nem akart lefeküdni. Ezt így... Vagy lehet, hogy csak félt és nem mert elmondani. Vagy csak félt és nem mert elmondani. Túl hangos voltál, és így megijedt. De hogy nem, azt gondolom, hogy nem azért kerültem abban a pozícióban, mert hogy olyan szép voltam és hanvas, de hogy nem voltam önmagam igazából, mert én igazából akkor vagyok boldog, amikor a saját... Az is a saját volt, de hogy amikor beülhetek egy stábautóba, és elindulhatok az ukrán határhoz. Vagy egy szülőszobára. Vagy egy szülőszobára. Vagy hogy emberekkel foglalkozom, emberi történetekkel. Én igazából akkor vagyok boldog. És egyébként szerintem van egy ilyen tök hamis kép Magyarországon, hogy akkor értél el valamit ebben a szakmában, de egy műsorvezető vagy, ideig, óráig, vagy akármeddig, vagy ha nagy főnök vagy. Elvileg most is főszerkesztő vagyok, de egy kis szerkesztőséget vezetek, tök mindegy. Hogy ez szerintem nem igaz. Tehát én azt gondolom, hogy a szakma csúcsa az én műfajomban, nyilván én nem a show műfajban dolgozom, a szakma csúcsa az, hogy összerakjál egy nagyon jó, igaz, izgalmas, jó ritmusú, riportot, ami így elkapja a gyomorszájadat, és vagy akár végig szórakoztat, de hogy egy minőségi dolgot. Én ezt mindig sokkal többre becsültem, és amikor a Zsiga megszületett, akkor én ezt így... Akkor ki segített neked, mert kívülről így olyan egyértelműnek és egyszerűnek tűnt, hogy oké, gyerek született, Kriszta elment, visszajött, dolgozik újra, de most már azért, hogy én is anyuka vagyok, ezt láttam, hogy ez egy brutál zsonglőr munka. És muszáj, hogy valaki hátulról egy kicsit így megtámogasson, különben nem megy. Neked hát akkor a Sárinál volt az brutálabb volt. Tehát akkor 48 óráztam, ugye a szakmám legelején voltam, nem voltam még 23 éves, amikor a Sári született, sőt még az anyám. Sőt, még a Színházi Művészeti Egyetemre jártam nappali tagozatra, és mellette dolgoztam a Freynek. Tehát az konkrétan volt, minden héten volt, úgyhogy 48 óráztam, tehát nem aludtam egyáltalán. Mert ugye mikor tudsz dolgozni, amikor lefekteted a kisgyereket. És ugye ráadásul az első férjem egyfolytában utazott. Tehát külpolitikai újságíró volt, aztán elváltunk, aztán meg ENSZ diplomata lett, tehát gyakorlatilag ő sajnos nem tudott teljesen részt venni az életünk, teljesen az egy finom és kedves szó. Tehát, de jó, tehát nagyon szerettük egymást, meg a Sár is nagyon szerette. Amikor a Zsiga megszületett, Önállom, ugye akkor már egy tök más helyen voltam a karrieremben. Meg már megéltem ezt-azt. Tehát már rájöttem, hogy egy csomószor, amikor a Sári kicsi volt, akkor nem voltam ott ekkor, nem lett ből a Baltás gyilkos, csodálatos a kapcsolatunk, és nagyon-nagyon jóba vagyunk, szimbiózisba, de hogy én nekem kimaradt egy-két olyan dolog, ami nem jó. És már rég nem emlékszem, hogy mi volt az a fergeteges, egetverő riport, ami miatt én akkor éppen Afganisztánban, vagy nem tudom hol ugrabugráltam. Aha. A Zsigánál már ugye 39 évesen, főleg egy elvesztett gyerek után már tök másképp, már a prioritásaim teljesen megváltoztak, tehát tudtam nemet mondani. Nem beszélve arról, hogy a Zsiga apukája az olyan szinten szerelmes a fiába, tehát most is ő, amíg itt beszélgettünk, ő van vele foci edzésen, mert ő nagyon-nagyon részt vesz a gyereknevelésben, és ugye mi ezt a gyereket ketten akartuk, tehát ez nem úgy van, hogy én megszülöm, ő meg éli tovább az aglegény életét, ő egy percük sem gondolta ezt. Az, hogy te az elmúlt években ennyi családhoz és ilyen szinten kerültél közel a Jön a baba okán, az mennyire változtatta meg a te személyiségedet anyaként, nőként, családanyaként?
Én nem választom külön az anyaként, nőként család. Tehát én Hadas Kriszta vagyok. Ugye engem mindig is szakmailag a civil történetek érdekeltek. Én foglalkoztam politikában is, és sugárba hánytam tőle, és nem nekem való. Inkább az elfogadásomat még jobban. De én azt gondolom, hogy az interjúlanyom vagy az emberek felé mindig nagyon-nagyon nyitott voltam. Én azt gondolom, hogy ez a Jön a baba a Hadas Krisztával című műsor az, az ami, ahol a legtermészetesebb vagyok. A pikétségemmel, a mindennel. Nekem azért nagyon fontos ez a munka, azért is, mert mondok egy példát. Edzőterem, most 48 évesen kezdtem el edzeni, de minden nap, tehát a napó alatt nem szerettek ennyien. És jövök ki fürdőlepedőbe bugyolálva, ugye mindent szeret az ember, csak mélyen beszélgetni, nem? Egy idegen helyen fürdőlepedőbe bugyolálva, és ott el egy nagyon csinos, magas, rövid, tüskehajú csaj, és tényleg annyira közvetlen ez a műsor, hogy nem úgy van, mint nálatok, hogy titeket úgy bámulnak az utcán, hanem engem mindig megszólítanak, elkezdik mesélni a történeteiket. Nekem ez egy nagy siker. Mint ha egy lennék közülük, ez változtatott meg az életem, ez változtatott rajtam, hogy még közelebb kerültem az emberekhez. És ez nem is a Keresem a családom, nem is napról, ez a Jön a baba miatt. Ez a Jön a baba, és képzeld el, hogy kijövök és ott állok. És akkor mondja ez a hölgy, hogy hát nagyon-nagyon szeretem a műsorát, és nagyon-nagyon sokat kaptam tőle. És akkor mondja, hogy, és különösen az a történet fogott meg, és azt megnéztem vagy ötször, amikor azzal az édesanyjának az életét követted, aki mellrákon esett át, levették az egyik mellét, és rá másfél-két évre gyereket szült. Pedig nekem mondja, mindenki azt mondja, hogy én már nem szülhetek, és hogy már le is állítják a menstruációmat, és stb. Stb. És akkor így elkezdte levenni a melltartóját, nem folytatom. Szóval, hogy ezek nekem iszonyú flash-ek, hogy ilyen hatással, segítő hatással is tudok lenni emberekre, és ez most ilyen nagyon pátoszosan tűnik, és úgy tűnik, mintha én ilyen iszonyatosan jó ember lennék, nem vagyok jó ember, vagy nem vagyok iszonyatosan jó ember, hanem egyszerűen ez egy olyan flash, amikor adunk-kapunk a nézők meg én egymásnak, és az, ahogy közösségek teremtődnek a műsor kapcsán, az, hogy látják emberek mondjuk az alagutat, a fényt, tehát hogy a 15. lombik beavatkozás után is lehet gyerek, és a harmadik válás után is lehetsz boldog, és nem a farkaskutyák fogják széttépni a testedet egy kietlen lakásban, és a többi, és a többi, az tök jó, és ez változtatott meg, nagyon-nagyon sok pozitív élményt adott, és az, hogy mi nők azért nagyon egyformák vagyunk, most tök mindegy, hogy atomfizikus, táncos nő, orvostanhallgató, tévés, azért a problémáinkban nagyon hasonlóak vagyunk. Azért ez egy olyan intim, azért is kérdeztem, ez egy annyira intim közeg. Én neked meséltem már, hogy én az utolsó héten végignéztem az akkor ilyen tudom, hanyadik évadot, és azzal próbáltam. Mert tudod, neked felkészülni mentálisan? Hát igen, mert hogy nekem ugye minden, tehát hogy akkor érzem magam biztonságban, hogyha megtanulom a leckét, tudod, ezért. És végignéztem. Te mindig ilyen jó tanuló voltál. Igen, de azt a mai napig, és abban a kórházban szültem, ahol az az orvosnő szült, aki aztán olyan fájdalmak közepette hozta világra a Robert Károlyban, igen. Nem volt az olyan szörnyű fájdalom, csak érdekes, hogy pont az orvosnő volt a legjobban kibukva, mert úgy gondolta, mert hogy egy okos, hogy ő azt is kontrollálja. Igen, tehát igen, ő a szülését igen. is elmondja majd, hogy ki mit csináljon, és aztán rá, ő is csak ugyanolyan nő lett hirtelen, mint a többi. Na igen, végignéztem a 40 és feledik héten, mondom, te jó ég, ha még egy orvosnő is így, akkor mi lesz velem, úgyhogy, de az a mai napig emlékszem a mindenképp kockára. Gyors kérdések következnek, rögtön ami eszedbe jut, és hát azt nem mondom, hogy csak is az igazat, a szintiszta igazat, mert te nem szoktam hazudozni. Miért kezdtél el edzeni? Hogy miért kezdtem el edzeni? Azért, mert azt gondoltam egész életemben, hogy én mindig 45 kilós leszek, aztán a második gyerekem után egyszer csak felszedtem egy tízest, aztán utána napi 18 órát írtam, szkripteltem a nyersanyagot, és egyáltalán nem foglalkoztam magammal,
És felpattant rám 10 kiló, és lassan már ott tartottam, hogy körülbelül úgy nézek ki, mint az anyukáim a 8. hónapban. Ezért aztán én soha nem voltam egy ilyen, mindenki csinál, amit akar, én soha nem tudtam volna magamról elképzelni, hogy elmegyek plasztikai sebészhez. Elmentem, mondtam, 2 óra alatt megszabadulok a pókhasamtól, de jó lesz, utána egy kicsit szenvedek, és utána néha majd így megpróbálom magamat kondiba tartani, majd én vagyok az a lúzer, aki elment a plasztikai sebészhez, és azt mondta, asszonyom, önön nem lehet segíteni. És mondom, annyira drasztikus a helyzet, azt mondja, nem, de mindegy, belül van a zsír. És akkor tényleg már annyira zavart, hogy azzal a lendülettel így elhaladtam az edzőterembe, és fogadtam egy magánedzőt, de most olyan kurva drága. De imádom, mert nagyon jó fej, hogy már lassan a plasztikai sebész árát ledolgozom nála, viszont egy dekát nem fogtam. De ez a te sikered lesz, nem a plasztikai sebész. Hát majd 70 évesen ilyen vékony leszek. Na, mit tartasz eddig életed legnagyobb sikerének? Legnagyobb sikerének? Szerintem a siker azért nagyon, főleg a mi szakmánkban. Tehát, hogy valaki egy évig sikeres, és akkor azt hiszi, hogy ő mekkora nagy király. Én azt gondolom, hogy nagy siker, hogy még a pályán vagyok, és jó dolgokat csinálok. Nagy sikernek könyvelem el a lányomat, nagy sikernek könyvelem el a gyerek, a zsigát. Azt gondolom, hogy ez a jön a baba, az elég nagy siker. Tűnékeny, ez a siker, ezek ilyen látszólagos dolgok. Kitől kéne bocsánatot kérned? Anyámtól. De tőle jó sokszor gondolom, és minden, neki mindig is. A nap végén. Mindig a nap végén, és neki is. És ő megteszi? Nem. Én gyakrabban teszem. De egyébként szeretjük egymást a magunk módján. Nem, nagyon szeretjük egymást, csak kicsit ilyen fura, ilyen ulipótvárosi hangulatban éljük az életünket. Kérlek, a következő kérdésre próbálj meg röviden válaszolni. Mivel lehet téged felidegesíteni? Ne üljünk még itt 20 percig a padon, tehát csak úgy, nem, csak hogy ha elkezdem, hát akkor sorolom. Igen, ez egy hosszú lenne. A lustaság, igen. A restség, és a hazudozás, vagy az álnokság. Erre ugrom. Fejezd be a mondataimat. A film, ami a legnagyobb hatással volt rám. Inkább azt mondanám, hogy Milos Forman filmjei. Az illat, amiről csak jó dolgok jutnak eszembe. Egy jó, meleg, otthoni ételillat, ami azt juttatja eszembe, hogy leül a család és megeszi azt, amit én csináltam. Az ország, amit még mindenképpen látnom kell. Mindenhol voltam már, kivéve Dél-Amerikában, Közép-Amerikában is voltam, Ausztráliában is, Peru. Peru. Életem legcikibb szituációja? Figyelj, itt ülnék még 40 percig. Nem, csak ciki szituációim vannak. Általában elfelejtem, hogy valaki, aki fölhív, az kicsoda, és össze-vissza beszélek neki mindenféle hülyeségek, aztán rájövök, hogy ez nem is az az ember volt, de én mondtam neki. Tehát, hogy nem, csak ilyen van. Mi az, amiben nagyon szeretnél változni? Sokkal türelmesebbnek kéne lennem. Melyik könyvet olvastad el életedben a legtöbbször, és miért pont azt? Nekem úgy van, hogy korszakaim vannak. Tehát valamikor csak Szerbontat olvastam, valamikor csak Ulickáját, most például rá vagyok teljes mértékben kattanva a Szabó Magdára, és a Nick Hornbykat kezdtem el olvasni, tehát hogy én most éppen ez. De az, hogy miket a legtöbb, azt hiszem az Utas és Holdvilágot legalább 3-4-szer elolvastam, amikor Szerbontat, igen. Igen. Mi volt életed első riportja? A legeslegesebb. Arra emlékszem, hogy mi volt a legelső, arra emlékszem, hogy mi volt a legemlékezetesebb, mert több ezen riporton vagyok túl. Arra emlékszem, ezt az Objektívbe csináltam, közben itt milyen gyerek lelő minket. Milyen az, hogy behúzom néha nyakamat, hogy van fejbe fel. Hogy olyan édesek ezek a kiskamasz, ilyen inci-finci kislányok. Okay. Szóval, hogy Sár is ilyen volt, hogy volt egy kisfiú, Győr mellett egy faluban élt, a szülei magára hagyták, és a kutyák nevelték, és amikor az egész falu tudta, és amikor 4 évnek kellett eltelnie, mire valaki intézkedett a gyermekvédelemnél, és amikor én ezzel a kisfiúval találkoztam, akkor konkrétan kutyaként ugatott. Nem tudott beszélni, és 4 kézláb járt, egy ilyen kis magyar maugli volt, ma már felnőtt ember lehet. És arra emlékszem, hogy na ott dölt el, hogy én biztos, hogy emberi civil történetekkel fogok foglalkozni,
És emlékszem, hogy még valamelyik, talán egy olasz csatorna is megvette azt a riportot, és akkor... Szóval én itt nőttem fel. Utolsó kérdés, most. Ennyi volt? Ennyi, utolsó. Most milyen főnök vagy? Szerintem már nagyon puhika vagyok. Puhika? Puhika. Ilyen nagyon empatikus, ilyen cukika vagyok. Biztos? Most? Hivatlan, biztos, biztos. Ennél jobb már csak az a közös fotó lesz, amit most a végére elkészítünk. Jó. Teli tegyen filterrel? Igen, egy a fogam csillogjon.